több szempontból egy régi új koncepciót valósítottunk meg, hiszen a Békéscsabai Szakképzési Centrum, Czak József Technikum és Szakképzőiskola keretein belül egy új képzést indítottunk. Ez az edző, pontosan a sportedző, labdarúgó sportedző és a fitness-wellness instruktor képzés. Itt jön be az akadémia, a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia, hogy 8. korosztálya, akik most mennek 9. osztályba az iskola, az akadémiával összefogva sikeresen több játékosát, elég sok sportolóját tudta beintegrálni az iskolába, így elindítva a képzést. Ezen belül az iskola most egy kétnapos gólyatábort szervezett a diákoknak. Itt jött az ötlet, hogy összekapcsolva az U16-os csapatot a felnőtt csapattal szervezünk egy ilyen közös játékot, ahol a utánpótlás játékosaink találkozhatnak a felnőtt sportolóinkkal. Tudjuk azt, hogy fontos a felnőtt csapatnak, az előrének, fontos a városnak, a tulajdonosnak, a szurkolóknak, hogy minél több korosztályos, illetve minél több helyi nevelésű játékosunk kerüljön be a felnőtt csapatunkba. Ennek lehetett ez egy állomása, hiszen a jelenlegi keretet tekintve akár Máris Dominik, Váradi Ádám, és Tamás, a visszatérő Volent Roland, Krenács Ricsi, Babinyec Balázs mellett is minél több olyan játékos szeretnénk, akik innen kerülnek föl az élsportba, a felnőtt csapatba, itt kezdik el a felnőtt pályafutásukat. Illetve visszatérve még arra, ami az egészet egy közös koncepcióba, egy keretbe foglalhatja az iskola, hiszen a gyerekek ebbe a technikumi képzésbe az 5 év végén kapnak egy szakmai vizsgát, illetve leérettségiznek, melyből majd az életükbe az élsport területén, vagy az élsport a sport mellett más területen, akár a továbbtanulásban is sikeresek lehetnek, vagy elindulhatnak azon az úton, amelyeken céljaikat megvalósíthatják, akár a versenysportban, akár más területen. Én Kolarovszky Martin vagyok. Ma egy edzés volt a felnőttekkel. Én az U16-os korosztályhoz tartozom, és kijöttünk a csapattal egyet edzeni, a felnőttekkel. Nagyon jól éreztem magam, mert jó volt így a felnőttekkel edzeni. Élveztem nagyon, és hát ilyen meccsek voltak. Hát sajnos utolsók lettünk, de ez legyen a legkisebb probléma. Nagyon jól éreztük magunkat.